Előterjesztés, a DKV lehet a felelős a teljes közösségi közlekedésért Debrecenben. Segítség, 500 csomagot készítettek el ma a karitatív testület önkéntesei. Kiesés, az NB2-es Dorog 11-es párbajban búcsúztatta a DVSC-t a Magyar Kupában. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a napszemle, december 11-e szerda van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. A DKV ZRT lehet a felelős a teljes közösségi közlekedésért Debrecenben, ha a városi közgyűlés elfogadja az ezzel kapcsolatos előterjesztést. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság mai ülésén támogatták a képviselők az erről szóló javaslatot. A kötött pályás, vagyis villamos és trolibusz közösségi közlekedést a DKV biztosítja Debrecenben. Az autóbuszos személyszállítást a DKV és az Intertanker ZRT által alkotott civis buszkonzorcium. A szerződése 2021-ben járnak le. A közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint a város a DKV-t akarja megbízni mindkét szolgáltatás ellátásával 10, illetve 15 évre. Az uniós szabályok szerint a közlekedési szolgáltató kiválasztása pályázat kiírásával, vagy anélkül közvetlen odaítéléssel történhet. Ez utóbbit alkalmazná a város, ezt csak akkor tehetik meg, ha belső szolgáltatót, városi tulajdonú céget bíznak meg a feladattal. Ez meggyorsítja az elkövetkező időszaknak a munkáit, mivel főleg az autóbusszal kapcsolatban, mivel ezeket az autóbuszokat be kell szerezni, különböző eljárási problémák vannak, és gyakorlatilag egy évvel ezelőtt a jelen szerződés lejárta előtt már megbízzuk a DKV-t azzal, hogy ezeket az előkészítéseket, ezeket a szerződéseket megcsinálja. A kötött pályás szolgáltatás esetében a DKV önállóan el tudná látni a feladatot, mert rendelkezik a szükséges járművekkel. Az autóbuszos személyszállítás esetében viszont a társaság flotta menedzsment szerződést kötne a járműállomány beszerzésére. A tervek szerint a szóló és a csuklós buszokat is lecserélnék, és elektromos járműveket is szolgálatba állítanának. Ezzel a lépéssel, amit ugye tervez a város, azt mondja ki, hogy a DKV ZRT lehet majd a szolgáltató, így a társaságnak majd 2021-ben az autóbuszok biztosítására különböző pályázatot kell majd kiírni, a járművek rendelkezésre állására és javítására. Az előterjesztést egyhangulag támogatták a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagjai. A végső döntést a csütörtöki közgyűlésen hozzák meg a képviselők. A debreceni Kevijép Kft. Újíthatja meg a Dósanádor teret. Az új Főnix terv zöld város programjának részeként kiírt kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményes volt. A pályázat eredményét kedden hirdették ki. A Dósanádor téren különleges vízjáték épül. Padokat, kerékpártámaszokat, új fákat, cserjéket telepítenek. A Csapó utcán megújul a virágpiac 36 virágárusító pavilonnal. Az átépítés után sétáló övezetté válik a tér. A megszűnő 179 parkoló kiváltására a Széchenyi utcán jött létre egy 300 férőhelyes parkoló, később pedig a Városháza Sas utcai épület szárnya alatt létesül többszintes mély garázs. A munka jövő tavasszal kezdődik és várhatóan augusztusban fejeződik be. Debreceni szála is lehet annak a csalás sorozatnak, ami a Fidesz Jász-Nagykunszolnok megyei politikusához, illetve további három emberhez köthető, állították DK-s és szocialista politikusok tájékoztatójukon. A polgármesteri hivatal közleményben cáfolta az állításokat. Varga Zoltán és Madarasi István szerint a boldog ügy rávilágít arra, hogy a Fidesz közpénzlenyúlási innovációja vélhetően felülről irányított és behálózza az egész országot, így Debrecent is. A letartóztatottak között van ugyanis az itteni székhelyű Debköz Kft. Tulajdonosa is. Úgy vélik, a cégnek köze lehet az Intermodális Központ és a Latinovics Színház közbeszerzési eljárásaihoz. A polgármesteri hivatal erre reagálva azt írta, az Intermodális Központ kivitelezésével kapcsolatban nem volt semmilyen szerződés a Kft.-vel, a Latinovics Színház esetében megbízási szerződést kötöttek a jogszabály szerinti közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, de a szerződés teljesítésben nem ment, így közös megegyezéssel megszüntették. A Debköz Kft.-vel sem a Debreceni Vagyonkezelő ZRT, sem tagvállalatai nem voltak kapcsolatban, olvasható a közleményben. Különféle fórumokon, tréningeken vehetnek részt, és az önkormányzat működését is megismerhetik debreceni fiatalok. Erre egy Erasmus Plus programban elnyert támogatásnak köszönhetően nyílik lehetőség. A részleteket ma délelőtt ismertették.
Fórumot tartottak a diák önkormányzatok képviselői számára az ifjúsági házban. Azt a programot ismertették, aminek megvalósítására sikeresen pályázott a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. És a város diák önkormányzata. Ez a pályázati program egy olyan típusú lehetőséget teremtek, amikor egy pályára tudjuk terelni a helyi döntéshozókat, akik a fiatalokkal kapcsolatos döntéseket meghozzák, illetve magukat a fiatalokat. A program három részből áll. A fiatalok személyiségfejlesztő tréningeken vehetnek részt, és megismerhetik más települések diák önkormányzatainak munkáját. Ezeken túl ellátogatnak majd a városi közgyűlésre és bizottsági ülésekre is. Lássák azt, hogy igen, kapcsolatba lehet velünk lépni. Igen, láthatjuk azokat a folyamatokat, hogy hogy történik egy városnak a vezetése, hogy születik meg egy döntés. Hámori Éva Judit, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott, Debrecen az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, ahol minden fiatalra szükség van a munkaerőpiacon. Az iskolában elsajátítható tudás mellett nagyon fontos, hogy olyan készségeket, képességeket is el tudjanak sajátítani, amelyekkel megállják a helyüket az életben. Ezeknek a készségeknek a fejlesztésére kiváló ez a programsorozat. A 2020 végéig tartó program több mint 10 000 eurós pályázati forrásból valósul meg. Élelmiszeradománnyal segíti a nehéz sorsú családokat a Debreceni Karitatív Testület. Az önkéntesek ma csomagokat állítottak össze a pénzadományokból vásárolt tartós élelmiszerből. Ezekből 3500-at szeretnének eljuttatni hátrányos helyzetben élő családokhoz, idősekhez. Először a liszt került bele a Karitatív Testület adománycsomagjaiba, majd olaj, tészta és egy kis édesség is. Ma délelőtt 45 önkéntes szorgoskodott az egyik Rigó utcai raktárban. A tartós élelmiszereket a testület az összegyűjtött pénzadományokból vásárolta. A Karitatív Testület társelnöke Széles Diana alpolgármester azt mondta, ebben az időszakban fontos az összehangolt munka. Az egész decemberi szeretet akciónkban több mint 400 önkéntes segít abban, hogy összecsomagolt ajándékok meglegyenek, az összecsomagolt adományok meglegyenek, és továbbá az, hogy ezt el is juttassuk azoknak a rászorulóknak, akiket úgy lát a testület, hogy ténylegesen megérdemlik. Az adományokat hátrányos helyzetű debreceni nagycsaládosoknak és nehéz sorsú időseknek juttatják majd el. Ma 500 csomagot állítottak össze. A körülbelül 3-4 000 forint értékű tartós élelmiszereket az önkéntesek a Dorkász szolgálat kékvödreibe tették. Felhasználják még évekkel később is. A háztartásban nagyon jól tudnak benne tárolni, vízhordásra is tudják használni, illetve kártevők előtt jól le lehet zárni az élelmiszer benne. A tervek szerint idén 3500 csomagot juttat el a nehéz körülmények között élőknek a Karitatív Testület. A felajánlásokat továbbra is várják a Kossuth téren felállított Add-tovább házikóban. Több mint 3 millió forint értékű adománnyal segítették a tanyavilágban élőket. 300-an kaptak tartós élelmiszert és tisztítószert tartalmazó csomagot, valamint tüzelőt, fenyőfát is hazavihettek a rászorulók. A tanyasi adventet 7. alkalommal szervezte meg a Zrínyi Vadásztársaság. Volt bőven a ruhákból és a könyvekből is, így tudtak válogatni a tanyavilágban élők. Ez csak egy része annak, amit a tanyasi adventen kaptak a rászorulók. Halász Lászlóné elmondása szerint még soha nem kapott ekkora segítséget. Az asszony teljesen meghatódott. Nekünk nagy segítség nagyon, mert a három unokámmal vagyok itt, a kisfiúkkal. A lányom sajnos Németországba kényszerült menni dolgozni, mert itt nem tudott elhelyezkedni. Több mint 100 család kapott egyenként 15 000 forint értékű tartós élelmiszercsomagot, és voltak, akik fenyőfát, cipőt és társasjátékot is átvehettek. 300 mázsa tűzifa is gazdára talált. Összesen több mint 3 millió forint értékű adományt osztottak szét a tanyasi adventen. A segítség mindenhol el kell, a kint lakó ember életében pedig még inkább. Az ember életében a gondoskodás az a főszerepet játszik. Advent idejében a tanyán élő emberek egy picit hátrányosabb helyzetben vannak, és ilyenkor a segítség az nagy, a szükség az nagy segítség. A szervezők forró teával vártak mindenkit, és gulyást is készítettek, amit hazavihettek a tanyavilágban élők. Több mint 15 szervezet, valamint 30 magánember és vállalkozó fogott össze, hogy segítsen.
Ismerjük azt a mondást, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni, ha megpróbálod, megérzed. Úgy gondolom, hogy ez a közösség 7 évvel ezelőtt megpróbálta, megérezte, és azóta is érzi ennek a cselekedetnek a fontosságát. A szervezők az adományok elszállításában is segítettek. Egy kisgyermekkel kezdődött, ezzel a címmel tartott adventi hangversenyt kedden este Debrecenben a Tiszántúli Református Egyházkerület. A koncerten több száz fellépő volt. Az előadáson az egyház fenntartásában működő óvodák, iskolák, valamint együttesek is bemutatkoztak. A hangverseny jótékony célt is szolgált, a bevétellel a Dél-indiai Egyház gyermekotthonait támogatják. A Karnatakai Egyházkerület 800 gyermeket segít a tanulásban, hogy kiemelkedjenek a mély szegénységből. A keresztény otthonok gondoskodnak róluk, leginkább élelemre és ruhára van szükségük. Egy bentlakó egész havi ellátása 6000 forintba kerül. Úgy gondoltuk, hogy segítünk 5 éven keresztül rajtuk, és ez a jótékonysági hangverseny is azt szolgálja, hogy gyermekek, ifjak, diákok, internátus lakók és idősebbek gondolnak arra a indiai nehéz sorsú társukra, akiknek nem adatik meg, hogy ilyen nyugodt karácsonyuk legyen. A csapókerti közösségek számára szerveztek adventi délutánt. Kézműves foglalkozás, karácsonyfa díszítés és gyertyagyújtás is várta a városrész lakóit. A közösségi házban összegyűlteket Szilágyi Edina köszöntötte. A fideszes önkormányzati képviselő az összetartozás fontosságát hangsúlyozta, ezáltal ugyanis az ünnep valódi értékét lehet befogadni. Úgy fogalmazott, a mai felgyorsult világban ez egyre nehezebb, de a csapókertihez hasonló közösségeknek sikerülhet. A karácsonyra készülődés hangulatát a Csokonai Színház két színésze, Dánielfi Zsolt és Pap István műsora tette emlékezetessé. A Virágkarnevál és a Debrecen Áj után ezúttal egy sportolót támogat a Vitesco Technologies. A német cég a Debreceni Sportcentrum junior válogatott triatlon versenyzője Ferenci Nikolett felkészülésében nyújt segítséget. Ifjúsági olimpián, valamint junior EB-n is eredményesen szerepelt Ferenci Nikolett. A Debreceni Sportcentrum triatlonistája a sportág nagy reménységei közé tartozik, akire a Vitesco Technologies is felfigyelt. A német cég a versenyző felkészülését és versenyeztetését támogatja. A pályafutásom eddigi legnagyobb élménye ténylegesen az ifjúsági olimpia volt, mikor megyénket egyedül képviselhettem, és ezeket a élményeket, fantasztikus pillanatokat szeretném ugyanúgy 2020-ban is átélni, a junior világbajnokságon, meg majd előtte az EB-n. A Vitesco Technologies 2 éve érkezett Debrecenbe. Aktívan szeretnének részt venni Debrecen közösségi életében az oktatás, a kultúra és a sport terén. Nagyon fontos számunkra, hogy felkaroljunk olyan fiatal tehetségeket és sportolókat, akikre méltán büszkék lehetünk itt a Cívisvárosban. És ezért vállalatunk Ferenci Nikolett mellett döntött, aki junior, aki válogatott versenyző, aki fiatal, dinamikus, és pontosan ezt a szellemet szeretném mi is a munkatársaink körében, ezt a vállalati kultúrát képíteni. Pap László polgármester kiemelte, Debrecen országosan az egyik legnagyobb sportköltségvetéssel rendelkezik, mivel kiemelt városstratégiai ágazatként tekintenek a sportra. Hozzátette, példaértékű a város és a vállalat kapcsolata. Büszkék vagyunk arra, hogy Debrecen fogadhat egy ilyen vállalatot, egy ilyen céget, és örülünk annak, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében sportolókat, sportágakat felkarolva valóban tesznek Debrecenben a közösségért, nem csak a foglalkoztatásban, hanem ilyen támogatások tekintetében is. A cég egyébként a triatlon szakosztály korosztályos válogatott versenyzőit is szeretné támogatni. A tájékoztató végén Ferenci Nikolettet fel is köszöntötték, mivel a napokban ünnepelte 18. születésnapját. Nem jutott be a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé a DVSC. Herceg András csapata Dorogon búcsúzott 11-esek után. A múlt hétről a pálya alkalmatlansága miatt elhalasztott találkozót sáros mély talajon játszották. A körülményekhez a házigazda dorogiak alkalmazkodtak jobban. Az első félidőben Csillag Dárius révén szereztek vezetést. A Lokja 87. percben egyenlített. Kinyik Ákos érkezett jó ütemben Garba beadására. A hosszabbítás nem hozott gólt, jöhettek a 11-esek. Nikola Trujic gyenge gurítását megfogta Borsos Vilmos. A szerb támadón kívül más nem hibázott, így 5-4-re nyertek a hazaiak, és kiharcolták a nyolcaddöntőbe jutást. Eddig tartott ma a napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!